Statisztikai adatok szerint a Föld 15 évnél idősebb lakóinak egyharmada, közel 1 milliárd 300 millió ember dohányzik rendszeresen. Magyarországon a dohányzás tekintve a világranglista dobogós helyén áll, a személyenkénti cigarettafogyasztás duplája a világ átlagnak. Amiről talán eddig nem is tudtál. Az a rész, ahol meggyújtják a cigit, az az égési zóna. Hőmérséklete körülbelül 1000 Celsius fok, itt keletkezik a füst, ami cigarettánként körülbelül 2 liter. Lehet, hogy téged megnyugtat a nikotin, de másokat meg idegesít a füst. A dohányfüstöt körülbelül 4000 anyag alkotja, ebből bizonyítottan 40 rákkeltő. A nikotin felelős a függőség kialakulásáért, mert hogy a dohányzás során a tüdőbe, onnan a vérbe, majd az agyba jut. A kátrány az égés során keletkező anyagok sokaságát jelenti. A dohányzás során a tüdőbe bejut és ott lerakódik. Felelős a rákkeltő hatásért, de emellett a lerakódott kátrány számos más elváltozást is okoz a tüdőben. A dohányzás hosszú távú hatásai károsító jellegűek. A füst, ahogyan bejut a tüdőbe, útközben mindenhol növeli a rák kialakulásának valószínűségét. A tüdőrák halálozása még kezelés mellett is 60-70%. A légcső és tüdőrák kialakulásának valószínűsége 11-szeres, a gigeráké 5-szörös a nem dohányzókéhoz képest. A nikotin növeli a gyomorsav elválasztást, serkenti a bélmozgást. Főleg alkohollal és kávéval együtt gyomorfekély kialakulásához vezethet. A dohányzás hatására az ereken fokozódik az érelmeszesedés, vagyis az erekfala merevvé, sérülékenyé válik. A szívben az érelmeszesedés hatására nő a szívinfarktus esélye. A dohányzásnak súlyos hatása van a fogakra, illetve az egész szájüregre. Napi minimum 500 cigaretta a súlyos fogágy betegség kialakulásának lehetőségét 3-szor gyakoribbá teszi a nem dohányzókéhoz viszonyítva. A nikotin direkt érösszehúzó hatása miatt gátolja a merevedést, hosszú távon pedig az érelmeszesedés érszűkítő hatása miatt impotencia alakulhat ki. Passzív dohányzás esetében is ugyanúgy jelentkeznek ezek a károsító hatások. A mellékfüst több rákkeltő anyagot tartalmaz, mint a főfüst. A dohányos is ember, csak nem olyan sokáig. A dohányzás elhagyásának előnyei. Szív- és érrendszeri betegségek, keringési zavarok, agyvérzés rizikójának csökkenése. Daganatos megbetegedések, ajak, légcső, tüdő, hólyagrák kialakulási kockázatának csökkenése. Rekedtség, krónikus köhögés csökkenése, légzés megkönnyebbedése, ízlelés és szaglás javulása. Kellemetlen szájszag eltűnése. Sárgás fogazat kialakulásának csökkenése. Egészséges bőr megőrzése. Libidó csökkenés, potencia zavar kialakulás veszélyének redukálódása. Tehát, ha most abba hagyod? 4 éven belül javul a vérkeringésed. 5 év múlva a szívinfarktus kialakulásának kockázata felére csökken, mint egy dohányosnál. 10 év múlva a tüdőrák kialakulásának kockázata a dohányosokéhoz képest a felére csökken. A szívinfarktus kialakulásának kockázata visszatér a nem dohányzók szintjére, és láthatod felnőni az unokáidat. Egészségesebb és gazdagabb leszel. Végig gondoltad már, hogy mennyi pénzt költesz a cigarettára? Számolt ki, hogy az elmúlt héten, az elmúlt hónapban és az elmúlt évben mennyi pénzt költöttél a cigarettára. Mivel minden cigarettának más az ára, ezért csak megközelítő számítást végeztünk 900 forintos cigaretta árak mellett napi egy dobozni fogyasztással. Gondold át, hogy mi mindenre tudnád költeni a fenti összegeket, ha ezek rendszeresen a rendelkezésedre állnának. Motorozás, utazás, nyaralás a Balatonon, wellness hétvég a barátoddal, a barátnőddel, saját lakás. Ezek a dohányzás közvetlen és könnyen kiszámítható költségei, azonban a dohányzás neked ennél sokkal többe kerül. Leszokni nem nehéz, csak akarsz.